Korábbi felvételek mutatják, hogy az elmúlt években minden Mikuláskor műsorral egybekötött ajándékosztás várta a legkisebbeket. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nagy gonddal szervezi évről évre ezt az ünnepet is, és ez nem lesz másként most a pandémia alatt sem. Idei évben terveink szerint ugye még lesz először a Mikulás csomagosztás, ugye mivel nem tudjuk a rendezvényt megtartani, ezért úgy gondoltuk, hogy kivonulunk a Malomszög utcában, a Malomszögi parkban, és ott osztanánk ki a gyerekeknek a csomagokat, természetesen Krampus Mikulás jelenlétében, bízunk benne, hogy jó sikerül. Ezt követően viszont a karácsony lesz a következő ünnep, mikor is szeretett csomagot kíván majd szétosztani a Nemzetiségi Önkormányzat. Ehhez kéri most a kalocsai lakosok segítségét. Az idejében nem igazán van lehetőségünk a boltokban tartós élelmiszereket gyűjteni. Ugye a koronavírus miatt most, hogy mondjam, az önkormányzatunk fel szeretne kérni a lakosságot, hogyha tudnának ebbe segíteni, hogyha lehetőségükhez mérten tartós élelmiszerekkel tudnának támogatni a rászoruló családjainkat. Az adományok a roma közösségi házban is leadhatók. A szervezők a hagyományos ételosztást is megkívánják tartani. Körülbelül 50 család van, aki rászorult, akin szeretnénk segíteni, ismerve az anyagi helyzetüket, és ezért is szeretném, hogyha tudnánk őket támogatni. A közösségi házba szeretnénk főzni, és akkor ugye itt kicsomagolva szeretnénk egyesivel átadni nekik a meleg ételt. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat minden rászorulót vár a jótékonysági rendezvényeikre.